Sziasztok, itt vagyok a SciTech Goldba, és éppen egy karedzéshez készülődök. Az első gyakorlat a mai edzésemen egy olyan gyakorlat, amit talán még nem mutattam meg nektek. Ez lenne az úgynevezett őrült 8-as. Ezt a gyakorlatot évekkel ezelőtt a Bodó Imi lopta el nekem a Lantos Zsonitól, utólag is köszönet érte. Egy olyan gyakorlat ez, ami nagyon jó bemelegítésnek, sőt, hogyha berakom ezt a gyakorlatot a karedzésembe, ez a gyakorlat meghatározza az egész karedzést, mert mire a sorozat végére érek, félig kész is lesz a karedzés. Amúgy egy egyszerűen tűnő kétkezes biceps gyakorlatról van szó, viszont a súlyválasztásnál nagyon fontos, egy olyan súlyt próbálok beállítani, ami a normál 8-as 10-es szériákhoz használt súlynak körülbelül a 70-75%-a. Azért, mert egy olyan gyakorlatról van szó, ami egyetlen egy sorozatból áll, ami egy megszakító sorozat. Sorrendben úgy néz ki a dolog, hogy egy ismétés, egy másodperc pihenő, két ismétés, két másodperc pihenő, három ismétés, három másodperc pihenő, így megyünk fel 8 ismétlésig, ami után 8 másodperc pihenő, és visszafelé 7 ismétlés, 6 ismétlés, 5 ismétlés, 4 ismétlés, és mindegyik után ugyanannyi másodperc a pihenő. Akinek megy a matek mostanra már ki is számolhatta, tehát 64 ismétlés egy sorozatban. Szerencsés a helyszínválasztás, mert itt a SciTech Goldban van ilyen erőkeretünk, kettő is, aminek az előnye, hogy van egy ilyen állítható tartónk, és amikor pihenni szeretnék, le tudom tenni rá a súlyt, és amikor kiemelem, nem kell hátra sétálnom, mint egy tartótól vagy egy villától, hanem egy helyben tudok maradni gyakorlat közben, csak kiemelem a súlyt, elvégzem a megfelelő számú ismétlést, leteszem, és már is pihenek. Jól jön, ha van egy segítőd ehhez a sorozathoz, mert nem ártalan maxot kihozni magunkból. Ma nincsen segítőm, egyedül edzek, úgyhogy az a megoldásom erre az esetre, hogy bekészülök úgy a súlyzóval, illetve a súlyokkal, hogy több tárcsából építem föl a használt súlyt, és ha menet közben eljutok egy olyan súlyig, hogy úgy érzem, hogy nagyon nem fog menni a következő széria, akkor tudom csökkenteni menet közben egy-egy gyors mozdulattal, tehát mondjuk egy 5-6 másodperc pihenő elegendő ahhoz, hogy változtassak a használt súlyon, és már folytatom tovább egy csökkentett súlyjal, de a lényeg, hogy tudjam végigcsinálni a sorozatot, és ne pihenjek többet, mint ami elő van írva. Kiszámoltátok, ez 35 kiló, tudom, nevetséges. Két okból választottam ezt a súlyt. Az egyik, nem akarok beégni előttetek, és szeretném végigcsinálni a sorozatot. A másik, hogyha én végrehajtom ezzel, és úgy tűnik, hogy elfáradtam, nagyon sokan elmondhatjátok utána, hogy ti is annyival tudjátok csinálni, mint a Tóth Dani, sőt, ti többet tudjátok csinálni, mint a Tóth Dani. Megnézzük, hogy mit ér a gyakorlat. Most ilyen. Lássuk, hozzá rajta valamit a Johnny. Na jó, az eleje az laza. Próbáltam úgy bemutatni a gyakorlatot, ahogy azt mondjuk a vendégeimtől is elvárom, hogyha éppen ezt a gyakorlatot végezzük az edzésen. Fontos, hogy teljes karhajtást végezzünk, a tetején legyen megfeszítve a biceps, ne csak rángatva legyen a súly, ne csak dobálva legyen a súly, akkor értelmetlen az egész, akkor inkább vegyél vissza a súlyból, hogy tudja normálisan végrehajtani a gyakorlatot. Alapjáraton jobban szeretem ezt a gyakorlatot egyenes rúddal, de persze francia rúddal is kivitelezhető. Egyenes rúddal azért preferálom jobban, mert én mindig is szerettem volna a biceps belső oldalát, vagyis a rövid fejet hozni, amit ugye azzal tudunk, hogyha minél jobban kifordítjuk a kart, és ezt mondjuk az egyenes rúd inkább lehetővé teszi, mint a francia rúd. A francia rúdnál ugye befele csavarodik a kézfej, ezáltal az egész kar
egy picit, és ott több hangsúlyt kap ugye a brachialis. Én nagyon fontosnak tartom egy gyakorlatnál, hogy szorítsd a súlyzót végig. És itt nagyon sok az ismétés, igazán az alkar tud görcsölni, vagy esetleg ugyanúgy bedúra, mint a biceps. Szerintem ez inkább egy plusz az edzés mellé, szóval én ezt előtérbe helyezem mindig. Bónusz! Most az after. Látszik, hogy biztonsági fogás volt ez a 35 kiló. Picit belefért volna több. Egy jó segítséggel. Kati Béla ordibált volna a hátam mögött. Szerintem 40-nel is ment volna. De a lényeg, hogy ha olyan súlyt sikerül választani, hogy úgy érzed, hogy van benne tartalék, be lehet lassítani az ismétlést. Nem kell ledarálni, mert ha kétszer ilyen gyorsan csináltam volna az ismétléseket, akkor tényleg lehet, hogy jóval nagyobb súlya is ment volna. Úgy vagyok vele inkább, hogy egy tuti végrehajtást szeretnék, és ebben az esetben akkor inkább kicsit lassítok a végén, vagy a végén ráúztam pár extra ismétlést, mert éreztem, hogy van benne persze. Ami nagyon fontos még a gyakorlathoz, hogy öltöz mindig Mikulásnak, mert nyár közepén is lehet Mikulás. Szinte bármikor be tudik adni az edzésprogramodba ezt a gyakorlatot, mert hogyha az edzés intenzitást szeretnéd növelni, vagy intenzív edzést szeretnél, akkor ez egy nagyon jó bemelegítő gyakorlat. Ha egy pörgős, gyors edzést szeretnél, akkor is jó, hiszen egy sorozattal letudsz egy egész gyakorlatot, sőt, egy fél biceps edzés készen van vele pár perc alatt. Szóval minden szempontból előnyös a gyakorlat.